Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a mai vendégünk Kers Ferenc, dr. Kers Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség főtitkár helyettese, akinek köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a meghívást. Ugye a hír az úgy hangzik, hogy se Szabátét a nyáron Jubomir váltja, ami hát azt hiszem, hogy már az előzményeket tekintve nem volt akkora meglepetés, mint amekkora dolog ez a Magyar Kézilabdában. Mióta tudnak azok erről az egész dologról, akik ugye Hát tettek érte, hogy így legyen. Tehát mikor kezdődött az, hogy Vrányes-el elkezdtek tárgyalni? Először hagy, hagy, pontosítsak annyit, hogy Csabi Szabate szerződése január 31-én lejárt. Tehát most van egy interregnum, amit majd még a Magyar Közösszövetségnek meg kell oldani a július 1-ig. nagyon érdekelne, hogy milyen megoldás lesz erre marad a Csabi vagy pedig másban gondolkodnak nincs erre még néhány döntés, hónapra? Nincs még döntés, de, de, de el tudjuk képzelni azt, hogy Szabate mester tovább vigye a válogatottat. Ugye ez azért fontos, mert hogy Európa-bajnok is elejtező mérkőzéseket játszik a válogatott, tehát azért ebből a szempontból nagyon nem mindegy, hogy mi lesz majd a folytatás. Én gondolom, hogy a mesternek sem mindegy, hogy számítanak-e rá, vagy sem. A játékosok is azért jobban szeretik a biztonságot, mint a bizonytalanságot, tehát azért ez, ez nem egy egyszerű kérdés, vagy nem egy könnyű kérdés. Köszönettel tartozunk Csavi Szabáténak, hiszen, hiszen olyan helyzetben vette át a válogatottat, amikor egy viszonylag rosszul sikerült Európa bajnokságon voltunk túl, kijutottunk a, a, világbajnokságra, teljesítette a csapattal együtt azt az elvárást, amit az elnökség kitűzött. Nyilván, amikor, amikor az olimpiai bajnokot legyőztük, akkor, akkor, akkor megjött az étvágyunk, és arra gondoltunk, hogy, talán még tovább uh, tudunk jutni, de, de uh, csalódottak azért nem vagyunk, tehát a, a, azt, a, azt a minimális tervet azért a csapat elérte. Uh, éppen ezért uh, a, az, hogy, hogy fölmerül annak a lehetősége, hogy, hogy Szabata Mester tovább vigye ezt a válogatottat, azt gondolom, hogy a munkája alapján ezt meg is érdemelné, uh, de egyelőre ezek a tárgyalások még nem uh, zárultak le. Viszont elkezdődtek, mert ugye ilyenkor egy beszámolót nyilván lerak az asztalra a szövetségi kapitány, de a következő néhány hónapra való tárgyalás elkezdődött már vele, és hogyha igen, akkor nagyjából ő mit mond az elmúlt hónapokról, illetve a következő hónapokról? Nagyon az elején vagyunk még, április előtt nem is lesz válogatott program, úgyhogy, úgyhogy még erről nem tudok konkrétumot mondani. De Jó, egyeztettünk vele. Akkor beszéljünk a váltásról, a nyári váltásról. Tehát ugye az volt az eredeti kérdés, hogy mikor, kinek jutott eszébe, hogy leüljön Vranyessel tárgyalni, aki ugye élő szerződésben volt, van a Flensburggal. Igen, hát komoly múltra tekint vissza azért a, a Vranyes féle ötlet. Tavaly kb. ilyen tájban, tehát tavaly februárban már egy puhatulózó tárgyalást elindítottunk vele és a Flensburgal akkor, akkor arról volt szó, hogy, hogy, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség alkalmazná a szövetségi kapitányként. Puhatolózás volt, nem is jutottunk ö, dűlőre egymással, a Flensburg sem volt nyitott a tárgyalásokra, ö, viszonylag hamar lezárultak a, ezek, a, ezek, a, megbeszélések, és és a, 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 tavalyi év decemberében melegítettük fel újra ezt a kérdést. Pontosan tudtuk azt, hogy, hogy, hogy a Mester megbizatása az ideiglenes, Január 31-ig tartott, és azért azért nyilván kerestük azt az utódot, aki, aki szóba jöhet. És hát egy komoly opciót jelentett az, hogy a, hogy a Veszprém is látott ebben fantáziát, hogy, hogy a vezetőedzőként Veszprémben is dolgozzon. Ez nagyon érdekelne engem, hogy mi volt a tyúk és mi volt a tojás. Tehát ki kezdett előbb tárgyalni például Vrányessel. Vranyes, Ugye most már tudjuk, hogy ő lesz a Veszprémieknek a szakvezetője, majd hamarosan a nyár végén, amikor ott lejár Szabatének a szerződés. De hogy mi volt előbb? Ez egy közös ötlet volt. Ez közös együtt, ötlet együtt kezdtetek volt, el tárgyalni, és, és az igen. MKS, illetve a Veszprémiek? Így van, így van, így van. Együtt, együtt ültünk le a Vranyes mesterrel is, együtt ültünk le a Flensburgi vezetőkkel is, és azt gondolom, hogy ha nem együtt próbáljuk meg elérni ezt a célt, akkor külön-külön ez semmiképpen nem is sikerült volna. Meddig lett volna szerződése a Flensburga a Vranyesnek? 2020-ig. És azt hogy sikerült elérni, hogy 2020 előtt eljönettől a csapattól? Hát nyilván olyan alternatívát és olyan lehetőséget adtunk neki, ami 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 felkeltette az érdeklődését. Na jó, Tehát, ez a része, ugye a szakmai része a dolognak, engem pedig, ugye nyilván a pénzügyi része is érdekel. A, a pénzügyi része az, az, nyilván az is egy izgalmas kérdés. Ezekről a konkrétumot nem tudok mondani, hiszen a, a felek a üzleti titoknak minősítették a legtöbb rendelkezését a, a szerződésnek. Magát ami az, az ezek összeget is, illetve azt az is, hogy a Veszprém, is... illetve a szöveg milyen arányban a van ebben az üzletben. Semmit nem tudhatunk igen, igen, meg igen, erről? erről sajnos nem tudok beszámolni, hiszen ezzel akkor üzleti titkokat sértenék, de, de ami, ami, ami azt gondolom, hogy sokkal fontosabb volt az, az, a, az a szakmai kihívás. Az hogy, az, hogy, mi is Tokióig gondolkodunk uh, Vranyesben, uh, és Veszprém is hosszú távú szerzés kínált neki. Uh, nincs eredménykényszer, uh, tud építeni egy csapatot, ahogyan Nincs ezt, eredménykényszer. Uh, ahogyan ezt Flensburgban tette. Uh, így igaz, így igaz. Tehát ahogyan, ahogyan a női kapitányjal is megállapodtunk uh, Kim rasmussen ott is a végső cél Tokió. Uh, most sincsen uh, uh, egy olyan Fajta elvárás a kapitányjal szemben, hogyha mondjuk a következő világversenyen nem végeznénk a legjobb nyolc között, akkor rögtön meg is szüntetnénk a kontraktust. Ugye a szövetségnek volt korábban egy olyan állásfoglalása, hogy az fontos, hogy a szövetségi kapitány Magyarországon éljen életvitelszerűen, és hogyha lehetőség van rá, akkor ne legyen csapatnál edző. És itt a világbajnokság alatt a szakértőinknél is többször felmerült, többször elmondták, hogy azt ők nagyon aggályosnak érzik, hogy mondjuk egy ilyen szintű csapatnál, mint a Veszprén, valaki edzősködik, és egyben a válogatottnak a szövetségi kapitánya is, mert hogy rettentő sok dolga van lenne egy szövetségi kapitánynak, és ezt a két dolgot összeegyeztetni már csak az idő miatt sem, vagy az idő korlátoltsága miatt sem túlságosan könnyű. Több lehetőség szóba került, tehát nem tettünk föl mindent egy lapra akkor, amikor a, a Ljuba Mirványessel egyeztettünk azt gondolom, hogy ha, 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 nem róla lenne szó, akkor valószínűleg tartottuk volna magunkat ahhoz az elfhez, hogy, hogy leginkább főállású szövetségi kapitányt keressünk. De úgy gondoljuk, hogy a, a Vranyes mester van, van olyan klasszis edzőként, illetve játékosként is olyan volt, aki, aki plusz motivációt tud adni Veszprémben is, és nyilván a magyar válogatottnál is, ami miatt azt gondoljuk, hogy ez áthidalható lesz ez a probléma, hogy klubnál is tevékenykedik. Az MKS részéről ki kitárgyalt Vrányessel? Ki volt az, aki ezeket a tárgyalásokat levezette, vagy aki megbeszélte vele a részleteket? Hát a, a leginkább a Marosi László alelnök úr volt, aki, aki, aki vitte a, a tárgyalásokat. És ezeken a tárgyalásokon, amit tudhatunk róla természetesen, mi volt az, amit a szövetség mondjuk elvárásként támasztott Vrányes felé? Mi volt az, amire ő azt mondta, hogy hozzá tudja tenni, amit tud vállalni, amit esetleg nem tud vállalni? Ezekről tudhatunk valami részletet? Azt gondolom, hogy, hogy hogy nem volt semmi extra kívánság. Ami, ami fontos volt, az az, hogy, hogy ő a Flensburgot nagyon szerette. Tehát nyilván és hát ott kötődött nagyon ott hozzá. is akarták tartani. Ő is elmondta, hogy nagyon szereti, játszott is ott, edzősködött is ott, hihetetlen sikereket ért el, ott, nagyon szeretik. Tehát azért ez egy komoly váltás az ő részéről így is, igaz, hogy ebbe belekezd. Így igaz, így igaz, így igaz. Ezért, ezért a, a legfőbb kérése az az volt, hogy hosszú távú jogviszonyban gondolkodjunk, türelmet adjunk neki, és hagyjuk őt építkezni és ezt megkapja a szövetség részéről, és úgy tudom, hogy Veszprém részéről is. És a türelem az mit jelent? Ugye beszéltünk már erről a 2020-ról. Uh, az irányokat kell látni, az hogy, az, hogy elindul nyilván egy fiatalitási folyamat, uh, többen ki fognak kerülni abból a válogatottból vélhetően, akik, akik jelenleg uh, szerepeltek a legutolsó világversenyen. Azért bocsánat, hogy közbeszólok, de volt itt már nagy nevű szakember, aki úgy kötött szerződést, hogy arról volt szó, hogy lesz türelem, és váltani kell, és most kell változtatni. Jó, hogy ez nem volt túlságosan szerencsés az olimpia előtt, de nagyon rosszul sült el, pedig nem volt kisebb név. Uh... Nem szeretnék azért nagyon visszamenni az időben, azt azért látni kell, hogy a, hogy, hogy ezt a bizonyos kapitányt, akiről, akiről most beszélünk, őt is úgy tehát vele is úgy kötöttünk szerződést, hogy, hogy, van türelem vele szemben, de az elsődleges cél az az volt, hogy a, hogy Riói olimpiára jusson ki a válogatott. Ezt utólag lehetett így is, meg úgy is magyarázni. Volt egy exakt szerződés, ugye Dusebájevről van szó, és talán Dusebájev szerződésében az elsődleges cél az az volt, hogy a Riói olimpiára jusson ki a válogatott. Tehát utóbb, amikor, amikor hát, nyilván egy kudarc élményekkel teli világversenyenről jött haza válogatott, akkor utólag Hát lehet azt mondani, hogy, 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 hogy olyan feladatokat kapott volna, hogy, hogy fiatalokat építsen a válogatottba. Ez azért nem feri a valóságot, és nem feri az sem, amit egyébként a szerzés tükrözött. Akkor most van idő építkezni. Tehát most, a, most olimpiai ciklusokban gondolkodunk, most az, és a legtöbb komoly kézilabdás nemzet is úgy fogja föl az olimpiai ciklusokat, hogy, hogy, hogy az a olimpiától olimpiáig kell beépíteni azokat a fiatal játékosokat, akik a következő olimpián eredményt tudnak hozni.

Ahogy jöttek a hírek, beleértve a kezdeti találgatásokat, aztán Brányesnek a honlapját, aztán a Veszprémi honlapot, aztán pedig a szövetségnek a honlapját, ebből arra következtetünk, hogy azért nem volt ebben egy ilyen teljes összhang, hogy ki mikor fogja kommunikálni mindezt. Ezért aztán az a kérdésem, hogy például a válogatottnál, a szövetségnél mikor lesz majd olyan sajtótájékoztató, ahol bemutatják az új szövetségi kapitányt, ahol elmondják az elvárásokat, illetve mindazt, amit itt most végig beszéltünk. Uh, hát sajtótájékoztatót terveztünk, ez kétségtelen, és a, őszintén megvalva váratlanul ért a, a, a bejelentés a Flensburg részéről. Uh, innentől kezdve. Uh, felgyorsultak az események? Felgyorsultak, és, és itt mi is már akkor olyan kényszerbe kerültünk, ami, ami, amit hát teljesen felesleges lett volna <coughs> a, a, a valóságot bármilyen szinten takargatni. Uh, uh, az, hogy, az, hogy, az, hogy ezen, ezek után mikor, milyen uh, sajtótájékoztatót tart a szövetség, ezt majd a kommunikációs szakembereink eldöntik, erről nem tudok nyilatkozni. Alig várjuk egyébként, mert látjuk őt a pályaszélén, látjuk, hogy milyen mentalitása van, de jó lenne ezt egy kicsit élőben is tapasztalni, mielőtt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és ezt elmondtad nekünk, amit lehetett. Köszönöm szépen a meghívást. A nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, szerintem a következő hetekben, hónapokban ennél sokkal többet is meg fogunk majd tudni. Ez volt az első lépés. Viszontlátásra!